Ma a Fidesz szándéka az, hogy megszemmisítse az önkormányzatokat, felszámolja a szabad önrendelkezés utolsó bástyáit is. A választás tétje tehát az, hogy megakadályozzuk ezt, és megtörjük a Fidesz hatalmi törekvéseit a nemzetünk fővárosában. Ezért dolgozunk mindnyájan, a demokratikus pártjuk tagjai és aktivistái, és célunk elérését segíti, hogy a választóinknak kevesebb jelölt közül kelljen választani. Ezért úgy döntöttem, hogy visszalépek a főpolgármesteri tisztségtől. Én nem akarom, hogy az unokám királyi szolgaságban nőjön föl. Budapest mindjájunké, nem adjuk, és együtt győzni fogunk. Köszönöm szépen. És öt kihívó nem tudja leváltani a regnáló főpolgármestert, ezért a jelölteknek elő kell venniük a józan eszüket, és meg kell tudniuk egymással állapodniuk a vonatkozásban, hogy only one, csak egy maradjon, annak érdekében, hogy ez a verseny értelmes legyen. Magam, amikor elfogadták a jelölésemet, akkor rögtön kinyilvánítottam, látván azt, hogy heten jelentkeznek összesen a főpolgármesteri címért, hogy ezt az egységet létre kell hozni. Azt tartom a legfontosabbnak, hogy lehetünk baloldaliak, lehetünk liberálisak, lehetünk szabadelvűek, lehetünk a Fidesz által magunkra hagyott polgárok. Tarlós István nem képviseli a mi érdekünket. Bokros Lajos mostantól az esélyes jelölt, és ezért tudom az együtt ügyvezető társelnökeként maximálisan támogatásomról biztosítani. Egy ilyen küzdelemre a demokraták egységére van szükség. Ezért aztán mi tudomásul vesszük Falus Ferenc, Magyar György és a jelölőszervezet az Együtt PM tiszteletre méltó döntését, és arra kérjük támogatóinkat, hogy október 12-én szavazzanak Bokros Lajosra. A szabadságot 25 évvel ezelőtt Mihajl Szergejevics Gorbacsov kertjéből kaptuk. Most a magyar társadalomnak, a magyar népnek, a magyar nemzetnek saját nemzeti érdekéből fakadóan kell megküzdenie érte. Ezért ma a szakpolitikai kérdések helyett az úgynevezett rendszerpolitikai kérdés az elsődleges. Választanunk kell a demokrácia és a diktatúra között. Választanunk kell egyik oldalon a verseny, másik oldalon a monopóliumok között. Választanunk kell a társadalmi szolidaritás és a társadalmi elnyomás között. Választanunk kell az alkotmányos jogállam újjáépítése és az alkotmánytalan jogtiprás között. Választanunk kell a nyugati civilizáció és az Oroszország ihletésű irányított diktatúra között. Ezekkel a szavakkal hívom föl Budapest népét, lakosságát, választópolgárait arra, hogy október 12-én menjenek el szavazni. Minél nagyobb a választáson való részvétel, annál nagyobb az esélyünk a győzelemre. Ez a győzelem természetesen csak akkor jöhet el, ha minden erőnket latba vetjük a győzelem érdekében. És még így is kétséges a helyzet, mert hasonlóan az áprilisi magyarországi parlamenti választásokhoz, az október 12-i választás lehet, hogy szabad lesz, de nem lesz tiszta. Tiszta már csak azért sem lehet, mert a budapesti közlekedési vállalat összes közlekedési eszközét valahogyan egy pártnak sikerült eluralni. A pénz és a nyilvánossághoz való hozzáférés
enyhén szólva nem egyenlő esélyekkel folyik. De azért, hogy a nyilvánosságot mégis felhasználjuk esélyeink növelésére, ezúton szólítom fel és kérem Tarlós István urat, hogy álljon ki velem nyilvános, egyenesben közvetített főpolgármester jelölti vitára. Ez ugyanis a nyugati kultúra és civilizáció, az alkotmányos jogállam és a képviseleti demokrácia egyik sarköve.